Még azt sem mondom, hogy az a legnagyobb pénz, az inkább csak fájok, hogy a Csengettyű közi szalagházban van 32 üres lakás. A 32 üres lakást egy minisztériumi betartás miatt nem adhatjuk ki, viszont az összes költségét a város fizeti. Ez több százezer forint. Összességében éves szinten több millió forint veszteség a város. És ez bevétel lehetne ez ki. Ugye az a cél, hogy le legyen majd egyszer mondva, de ugye mivel kimondták azt, hogy addig, amíg minden lakó önként ki nem költözik, addig nem lesz ilyen, illetve kezdve biztosan lehetünk benne, hogy ez legalább 20-30 év. Na most 20-30 évig üresen álljon ott az a 32 lakás, ami jövőre majd még 70 lakás lesz mondjuk, üresen álljon, míg vásárhelyi fiatalok keresnek és nem találnak kiadó lakásokat, mert most lakás hiány van a Hódmezővásárhelyen, ezek a lakások ott állnak üresen. Kettőször kértük eddig a miniszterelnökségtől, és még biztos, hogy sokszor fogom, de nem fogunk addig nyugodni, amíg ezt nem fogják kiadni. Mert ez egyszerűen ostobaság. Ez ostobaság. Nem muszáj lebontani szerintem, de most a projekt erről szól. Egyébként ugye ezt is tapadták, mert sokáig azt mondták, hogy nem, szó sincs lebontásra. Erre most a miniszterelnökség leírta, hogy azért nem engedik kiadni, mert hogy a cél a lebontás. Hát akkor ugye Lázár János megnyugtatott, hogy nem lesz lebontva, és nem is volt cél soha. Jobáros Alpár és Gulyás Gergely meg leírták, hogy azért nem adják ide, mert hogy az a cél lebontás. Úgyhogy én azt remélem, hogy előbb-utóbb azért józan lesz ez a kormány is, és támogatni fogja a vásárhelyi fiatalokat, és az az önkormányzatnak is 5 millió forintot fog megsporolni, mert ezek a fiatalok legalább a közös költséget ki fogják fizetni, meg a rezsét ki fogják fizetni, amit most nekünk kell fizetni. Jó, tehát visszatérve az esetére, hogyha jól gondolom, akkor ez a 4-es szám.